tulajdonképpen csak egy pár mondatban elmondanám, hogy mik azok a szempontok, ami szerint én körbenéztem azt a három kertet, ahova elmentünk, az Ildikóval meg az Olgival, ő most tényleg nincs itt, ugye? Nincs, már Németországban. Már ő nincs. Három olyan teljesen különböző kertet volt szerencsénk látni, de amit én mindig néztem, az elsősorban az, hogy milyen harmóniát tükröz. Onnantól, hogy belépünk, vagy még a kapunk kívül is, amikor megálltunk. Tehát nekem ez az első benyomás az általában mindig meg is marad. És az, hogy milyen a növények állapota, ez mindig nagyon-nagyon fontos, mert tehát meghatározza az egész kertnek a stílusát, hogyha beteg egy növény, vagy nincs jó kondícióban, akkor onnantól már sajnos bármi felütheti a fejét. Fontos az, hogy a gyereknek az állapota milyen, ez mindig ugye 70-80%-ban az kell, hogy alkossa körülbelül, vagy meghatározza a kertnek a hangulatát, tehát a gyereknek a minősége, aztán a növények egészségügyi állapota. Én nagyon fontosnak és egy helyen találtunk mindössze azt, hogy környezetbarát módszereket használunk, tehát visszaforgatjuk azt, amit a kert ad nekünk, mint zöld hulladékot, illetve azt a kevés csapadékot, amit tudunk hasznosítani, esővíz formájában visszajuttatjuk a talajba. Ezután pedig az összhatás, tehát az, amit első benyomás és az összhatás, amit úgy megpróbáltunk, vagy én megpróbáltam szempont szerint összerakni. A három kert funkciójában is teljesen különböző volt. Nagyon kedves, aranyos emberek egytől egyig, akiket itt is találhatunk. És az első az, hát wellness hoteleket megszégyenítő szolgáltatásokat rendelkezett. Így mondjam, hát a teniszpályától az úszómedencén át, több parkoló, tehát minden egy nagy, tulajdonképpen egy vendégház, talán beláttam vendégeket. Viszont, tehát ez nagyon-nagyon pozitív volt, zöldséget, gyümölcsöt is termesztettek, mondom, meg volt medence, kiülő, pihenő, mégis egy pár negatív dolgot én észleltem, és mondjuk ez nagyon lepontozza, hogyha a szempontrendszert szerint nézni, mert ugye a növények nem voltak egyáltalán egészségesek. Augusztus végén voltunk, nagyon aszályos volt a nyár, tény, tehát extrém időjárás volt az idén is, de mégis azért a kertet csak gondozni kell, ha már ültetünk egy nyár, és főleg azt viszont állandóan. Tehát ott azért ez mind negatívunként jelentkezett, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon hangulatos hely volt, mert olyan kis kalandos, meg tehát mindent meg lehetett találni, meg egy hatalmas területről beszéltünk a három arányába. A második kert, ahol voltunk, hát az egy ilyen kis meseszerű kert nekem, tehát egy ilyen, mintha valamelyik meséből csöppent volna oda, mert kis aranyos faház, teljesen új, talán egy éve lett telepítve, nagyon sok átgondolt, jól átgondolt növény kombináció, ami még ugye nincs beállva, hiszen kell 2-3 év minimum, mire az úgy beáll és kiadja azt az igazi profiát, az a cserje vagy az az örökzöld is, de rengeteg apró kis nüansz volt, ami nekem nagyon tetszett itt, hogy tehát a levendula csokortól kezdve a fateraszon át, tehát nagyon-nagyon összhangban volt az egész, de kell neki legalább egy év még, és ugye rengeteg gondozás, ami még ugye a tulajdonosok előtt áll. Itt egyetlen egy negatívumot találtam én, ami sajnos betudható annak, hogy nemrég csinálták a kertet, meg a házat újították, tehát hogy a gyep felületük gyakorlatilag még nem volt, vagy majd vetnek, mert hát még nem tudtak. De ez csak emelni fogja szerintem a kertnek a színvonalát majd, de ennek megint kell, tehát egy év a minimum, mire ez úgy beáll, de teljesen toppos volt a kert, hogyha lehetett volna, akkor ez is ott lett volna. És akkor a harmadik, ami tulajdonképpen majd a fődíjunk lesz, amit utoljára tekintettünk meg egyébként, hát az már kívülről is adta magát, hogy így mondjam, mert a sövény kívül a hihetetlen rózsák, amiket rögtön látni lehetett, az egész kis alpesi hangulata a kertnek, a gyönyörű muskátlik, amik ott csüngtek augusztusban is olyanok voltak, hogy mesélni lehetett volna róluk, tehát egyenként olyan egészséges leveleket rózsán, hát Füreden rózsakertbe szoktam látni. És tehát
ez rögtön kiütközik egy kedve agyért, igaz, hogy öntöző rendszer van, ugye, jól emlékszem, de akkor is azt is meg kell valakinek nyitni, vagy be kell a mechanikát állítani, tehát az is csak egy... Mennyi más mellette. És mennyi más, így van. Tehát azt is tisztítani kell a fejét, tehát abban is van macera. Tehát ott a gyep állapota kifogástalan volt a nyár ellenére, a rózsák, hát azt nem tudom csak legekben elmondani, mert annyira egészséges volt, hogy nyugig virággal, tehát az látszik, hogy ott volt visszavágva, és akkor, amikor kellett, időben volt a gomba elleni szerekkel permetezve, meg biztos, hogy tápoldatott egy műtrágyát, és szerintem zsákszámra, vagy nem tudom. Így van. Na, és igen, és akkor itt volt az, és itt is még a hortenzia is a helyén, tehát, hogy minden annyira funkciójában a helyén volt, a megfelelő pára és fekvésigény, minden ott volt. Ez tény, hogy ez szerintem egy 10 éve, ahol telepítve, vagy körülbelül, tehát itt már teljesen beállt kell, gyakorlatilag csak gondozni kell. Hát ugye ez a csak, ez mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű kis szó. Tehát a gyakorlatban ez rengeteg munkát jelent, de, és itt volt az, amit nekem veszőparipám, tehát ez, hogy komposztáló van, nem is akármilyen, és rögtön tudták, hogy mit, mikor, hogyan kell, és hogy szokták, mondták az Ildikónak is, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Kert hátuljában elbújva volt, tehát nem is zavaró tényező, és ott olyan esővízgyűjtés volt, arra az alpesi kis faház-szerű, tehát ott profi módon, tehát ez ilyen iskola példával lehet eljárni, és azt a kevés vizet, igen. Akkor ráismerek a kertet. Igen. Tehát a szerintem ez, hogy visszaforgatjuk, amit tudunk, hát azért rengeteg zöld hulladék keletkezik minden kertben, ha csak egy pici gyepünk van akkor is, a sok muskátli, vagy egy nyár végén, a földel együtt, mert azt is újítjuk. Ott van ugye a meccés tavasszal, tehát ezt mind akuték egy kis műtrágyával, vagy ebben a snellel segítve, amit már egészen barátjára lehet kapni, és alulról meg, amik kijön, meg megforgatni. Tehát ott úgy elmondtam, hogy komolyan szeretnék kellett volna, hogy mit, hogy kell. És hát az esővíz az meg talán a legnagyobb kincs, tehát ilyen ivóvíz árak, illetve búzfúrás árak mellett, ezt nagyon-nagyon, keveset ad nekünk a természet, de ezt be kell osztanunk. És amit lehet gyűjteni, még olyan áron is, hogyha földúrjuk a kertet, és valami ciszternát, vagy bármit, ami még esetleg... Igen, gondolkoztunk ebben is. Hát ez azért nem egy ilyen egyszerű történet senki. Én mindenkinek csak gratulálni tudok, mert mind a három kert összhatásában nekem